Szeretném, hogyha tudnák, hogy milyen szerencsések a nyíregyházi kultúra iránt érdeklődők, mert nem csak a színházban nagyon jó állapotban, mind szellemileg, mind pedig technikailag, hanem ez a szabadtér is egy nagyon szép külsőt kapott, és egy nagyon jól el van látva. A színház szerelmeseit köszöntötte Szente Vajk a kulisszajárás megkezdése előtt. Ők elsőként láthatták belülről a felújított nézőteret és az új akusztikai megoldásokat. A zajvédő falak létrehozásán akusztikai mérnökök dolgoztak. Ők választották ki a megfelelő anyagokat és beállítási szögeket, amelyek lehetővé teszik, hogy a környező lakások minél inkább védve legyenek a színház zajától. A felújítást az is indokolta, hogy a színpad műszakilag leromlott állapotban volt, nem felelt meg sem a kor, sem a hely igényeinek. Pedig az ország második legnagyobb szabadtéri színpada a nyíregyházi. A beruházás teljes összege 1.150.000.000 körüli összegben állt meg. A legfontosabb újítások a nézőtérnek a bővítése, a színpadnak a bővítése, a színpad mögött lévő kiszolgáló helységnek a felépítése, ami gyakorlatilag nem volt eddig, tehát szinte öltözők és pihenőszobák nélkül működtünk az elmúlt néhány évben. Nagyon fontos a vizes blokkoknak az átalakítása, amik bekerültek a színpad alá. Teljes egészében megújult maga a rózsakert. A meseautó főpróbáját is a szabadtéri színpadon tartották, itt végezték el az utolsó simításokat. A darabolvasó próbái május elején kezdődtek, azaz követő hosszú hónapok kemény munkája során pedig összeállt a zenés vígjáték. Már a darab meghirdetését követő pár napban hatalmas érdeklődés mutatkozott az előadásra. Eredetileg egy előadást terveztünk 18-ára, de miután két nap alatt minden jegy elfogyott, ezért újra kellett gondoljuk ezt a dolgot. Úgyhogy 19-ére egy pótelőadást tűztünk ki, amire szintén két nap alatt minden jegy elfogyott. Tehát azt gondolom, hogy ennél nagyobb érdeklődésre nem nagyon tarthat számot a meseautó, illetve a szabadtéri színpad megnyitása. A Móri Zsigmond színház igazgatója hozzátette, természetesen a Kőszínházban is látható lesz majd az előadás. Ez nyitja meg a 2018-2019-es szezont a nagy színpadon szeptember 15-én.